Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a Millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással. Hát az már látszik, hogy az eladóknak most már lassan dolgozniuk kell a vevőkért, legalábbis, hogyha az adott vagy hirdetett árszinten, vagy a közelébe próbálnák eladni az ingatlanjaikat, és hát most itt a rezsicsökkentés piszkálása mentén gyaníthatóan a rosszabb energetikai állapotú lakásoknál még inkább igaz ez, hogy egyre nehezebb lesz eladni, de ezt mindjárt megmondja nekünk Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos ügyvezetője. Szia, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Hát el is mondtad a lényeget, akár beszélgethet másról is. De... Akkor viszonthallásra, köszönjük szépen. Nem ez a kérdés volt, tehát valóban igen, így van-e? Nagyjából ez van most kialakulóban a piacon, egy nagyon kényelmes szituáció volt az elmúlt években az eladók számára, és egy furcsa szituáció volt a vevők számára, mert képzeld el azt, hogy nálad volt a pénz, mentél volna venni, és sorba állítottak mondjuk egy másik vezetőről, és licitálnod kellett fölfelé, nem lefelé a lakásokra. Ugye 2-3 évvel ezelőtt még volt olyan kérdés, hogy mennyi az alkú, az elmúlt 2 évben pedig az volt, hogy most akkor gyorsan leüthetjük ezt az üzletet, és akkor megállapodhatunk ebben az árban. De én azt gondolom, hogy most azért az idei év már ebben sok változást hozott. Azt látjuk, hogy azért itt ugye több negatív tényező kumulálódott. Háború, alapvetően ugye a magas kamatok, hitel problémák ezáltal, és ugye most egy végső, remélem, hogy végső probléma körérinti a piacot, ugye ez pedig itt az energia nehézségek, ugye itt a rezsicsökkentés csökkentése az, ami ugye meg fogja különböztetni a hatékony és a nem hatékony ingatlanokat. A hatékony ingatlanok esetében azt gondolom, hogy továbbra is lesz egy nagyon komoly vevői kereslet, sőt ugye valójában erre fog ráfordulni a vevői kereslet. Eddig ugye azt kérdezték a vevők, hogy milyen színű a csempe, mikor volt felújítva, tehát az ilyen szubjektívumokat, és most pedig egészen egyszerűen az lesz az első kérdés, hogy mennyi volt a fűtésszámla tavaly, és ez alapján fognak dönteni a vevők, és az, hogy lesz-e alkú, vagy nem lesz-e alkú, az majd ugye ezután fog bekövetkezni, hogy a vevő megtudta, hogy egyáltalán neki ez egy könnyű, vagy egy nehéz fenntartású lakás. Tehát nagyjából az átlagfogyasztás fölötti lakások, ahol mondjuk életbe lép ez a jóval magasabb ár, azok eladhatatlanná, vagy nehezen eladhatóvá válnak egy pillanat alatt? Ugye olyan nincs az ingatlanpiacon nagyon, hogy eladhatatlan, csak ugye a megfelelő árat kell megtalálni. Ez egyébként igaz egy vidéki bedőlt falu ingatlanra is, csak az lehet, hogy például a telekárban fog elmenni. Tehát ebből a szempontból ugye valóban a mérleg nyelve az az ár. Amennyiben ugye nem a piacképtelen ingatlanokról beszélünk, tehát mondjuk nem egy elnéptelendő falunak az utolsó házáról, ahol a szomszédban már szántják a mezőt, hanem egy normális városközponti agglomerációs vagy budapesti ingatlanról, ott ugye azért lesz mindig is egy kereslet az adott méretű adott elhelyezkedésű ingatlanok iránt, csak a vevő meg fogja különböztetni az ugyanabban az utcában található hatékony és hatékonytalan ingatlan, míg pedig nagyon egyszerűen hiszen be fogja árazni azt a különbözetet, amit rá kell költeni az adott ingatlannak az energetikai megújítására, felújítására. Tehát, és ezek ugye most már nem ilyen 1-2 milliós különbségek, tehát ez már nem az, hogy ilyen 3-5%-os alkú, és akkor mindenki boldog, hanem ez bizony azt jelenti, hogy az eladónak is el kell kezdeni számolni a költségbeesést készítenie, szakembert hívnia. Ha ezt nem teszi, akkor ugye nagyon kellemetlen helyzetbe kerülhet, hiszen itt mondjuk egy felújítás költség, hogyha azt hiszem, hogy homlokzat hőszigetelése, kéménybérelés, új kazán, jelzáró csere, ez ugye adott lakás méretétől függően 10-20 milliós tétel is lehet, vagy egy nagyon nagy alapterületi ingatlannál akár még több is lehet. Födém hőszigetelése, tehát amire nem is nagyon gondolnak az emberek, tehát nem egy kazán cseréről van szó, hanem 3-4 szakágról. Illetve arról, hogyha mondjuk ráteszünk egy ingatlanra egy új hőszigetelőrendszert, akkor le kell festenünk az ingatlant. És ezek ugye olyan kis apróságnak tűnnek, de hát azért ezek nagy költségek, állványoznunk kell, és egy csomó olyan feladat van, ami egyébként ugye valóban sok-sok milliósá teszi ezeket a különbségeket, és ennek kell, hogy megjelenjen egy az egyben legalább ugyanaz az ingatlanok árában, de valójában most, hogyha nagyon szigorúan nézzük, akkor még nagyobb mértékben meg kellene, hogy jelenjen, hiszen ezt a feladatot valakinek le kell menedzselnie, valakinek finanszíroznia kell. Tehát, hogyha csak egy az egyben jelenne meg a kivitelezési költség a felújított és a felújítandó ingatlanok között, vagy a hatékony és hatékonytalan ingatlan között, az azt jelenti, hogy ingyen végeztem a munkámat, mint ilyen felújítós kedvű vevő. Tehát nagyjából ugye ez fog kialakulni. Igen. Most a nagyon hosszú emelkedő periódus végéről beszélgettünk már korábban is, és éppen lefelé fordulna a piac. Ez a lefelé fordulás, akkor ez úgy fog lejátszódni, hogy a hatékony
ingatlanokra. Ez nem lesz érvényes, ők egy picit föl, a nem hatékonyak pedig jobban le, és így átlagban fogunk továbbra is csökkenni, vagy ez megváltoztatja azt is, hogy valószínűleg egy picit lefele mehetnek az árak? Én ilyen trendek helyett úgymond töréseket várok a piacban. Az ugye most látszik, legutóbb ugye szombaton volt ugye egy jelentős példa, mondjuk itt a benzin, gáz, tehát itt ugye az üzemanyagárak kapcsán, ami látszott, hogy ilyen egy órán belül lépett hatályba. Ez most már ugye mutatja azt, hogy ez már nem az a piac, amikor bejelentenek valamit, kicsit gondolkodunk rajta, majd megnézzük a közlönyben, utána majd megint gondolkozunk rajta, hanem most már bizony ugye ezek a jelenségek naponta, hetente okoznak változást a piacon. Ugye most az elmúlt hetekben történtek itt ugye rezsi kapcsán a bejelentések. Szerintem most már azért mindenkit összenézte a tavalyi számláit, és tudja, hogy nekit a lakását, vagy az ő lakását ez milyen mértékben érinti. Most ráadásul éppen a napokban nagyon sokan diktálják be online vagy telefonos módon ugye a mérőóráikat, a fogyasztásukat. Tehát objektív módon szembesül mindenki azzal, hogy mi lesz az ő fűtési költség az idei téli szezonban. Ergo piaci változást fog hozni, hiszen most azonnal elkezd lépni az, akinek már nagyon nagy fejfájást okoz a rezsinek a kifizetése. Ez egyfajta túlkínálatot okozhat, ráadásul pont a rossz adottságú lakásokból. Onnantól kezdve pedig egyértelmű az, hogy egy elég komoly árcsökkenése lesz ezeknek az ingatlanoknak. Miközben aki bediktálta a mérőóráját és megnyugodott, hogy a fogyasztási kritikus érték alatt van, az köszönjük szépen, jól van, megnyugszik, nem akarja feltétlenül eladni az ingatlanát, vagy hogyha el akarja adni az ingatlanát, akkor ezt az információt meg fogja osztani a vevőivel is nagy büszkén, hogy ezek a rezsi csökkentése típusú módosítások az új ingatlanára nem vonatkoznak. Tehát az nem mondom, hogy fölértékeli, de legalább megtartja az ingatlanának az értéket. Aha. Volt még egy változás, illetve bejelentés, ami érintheti a használt lakás árakat is, hogy az új lakásáfa lent marad 5%-on. Ez számít valamit, hogy az új lakás építések, amelyek nagy évvel leálltak a bizonytalanságban, azok újraindulhatnak, és ez hathat a használtra is, vagy ez most nincsen összefüggés? Újraindulni nem nagyon fognak, hiszen vannak olyan cégek, amik fél évre, egy évre leállították a fejlesztői tevékenységüket. Nekik ugye egy faktor volt ebből a szempontból az áfa bizonytalanság, a másik az a munkaerő, illetve a nyersanyag problémák körüli, illetve most már egy plusz faktor ugye a finanszírozási költség nehézségei, hiszen hogyha te vagy én lakossági hitelt most már lassan 12%-ra kapunk a banktól, akkor el lehet képzelni, hogy egy ingatlan fejlesztő hány százalékra kapja a projekt hitelét mondjuk, tehát az inkább egy ilyen 14-15%. Ezt már nem tudja ráterhelni a projektre. Ez próbálja ellensúlyozni azt, hogy legalább az áfában nem lesz növekedés ugye az idei végétől, de ez azért csodát nem fog okozni, ez nagyjából annyit fog eredményezni, hogy nem áll le teljesen az újépítésű ingatlanoknak a piaca. Tehát az újépítésű ingatlanok piacán én egy kb. 50%-os kínálat csökkenésre számítok, és arra, hogy ezzel szemben lesz egy olyan csökkent mértékű kereslet, ami föl fogja szippantani éppenséggel, tehát nagyjából egy ilyen nyugalmi állapot fog kialakulni az újépítésű ingatlanoknak a piacán. De azon az árszinten, ami egyébként az idei év első felében már körvonalazódott, ez azt jelenti, hogy a pesti külvárosokban, budai külső kerületekben ilyen 1 millió 1-től 1 millió 3-ig találunk négyzetméter árban ingatlanokat, és a keresettebb kerületekben bizony az 1 millió 5-1 millió 7-es négyzetméter árról kell, hogy ma beszéljünk, és ez nem a budai rózsadombi helyszínek, ezek alapvetően egy 11., 14., 13. kerületi helyszínek. Oké. Ákos, nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönöm, és ugye csak még gondolszott, hogyha megengedtek, ugye ma a nyertesnek egyébként a távfűtéses lakások tűnnek, hát az igen, erre semmilyen gondolat nem volt még. Én nem lepődnék meg, hogyha a következő beszélgetésünkkor esetleg az ezt érintő változásokról beszélnénk. Fúakotok nagyon röviden, azok kaphatnak egy löketet még fölfele, mert most még hirtelen az áruk így, hogy ők megkímélték? Én sajnos nem erre számítok, én attól félek, hogy nem fogják őket megkímélni, csak ugye ezeknek a fűtéselosztása, számítása és a többi sokkal több időt vesznek igénybe, de hogyha ezt valaki kiszámogatja, akkor nem tartom kizártnak, hogy akár pár héten belül ehhez is hozzányúlnak a döntéshozók, és itt is alapvetően a pazarló, módon működő távfűtéses lakások, társasházi lakások azért valamilyen módon ugyanúgy hátrányba. Jó, ez kerülnek. Fontos, tehát véletlenül se rohanjon valaki ma az alapján, hogy kimaradtak a távfűtések, akkor gyorsan venni egy távfűtéses rosszul szigetelt panelt. Pontosan, tehát a távfűtéses jó szigetelt panel egyedi mérőórákkal nyerő lesz a jövőben is, de csak azért, mert panel és távfűtéses, de egyébként minden tulajdonságában rossz, azért még ezt senki ne vegye meg. Nem, most azt gondolom, hogy a vevőknek mindent alaposan meg kell nézniük, sokkal jobban, mint korábban. Ákos, nagyon köszönjük. Szép napot, szia. Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok. Balla Ákossal, a Balla ingatlan tulajdonos ügyvezetőjével beszélgettünk.
négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el. Taréboly a hírei jönnek. Ezzel kapott egy olyan üzenetet, ma szuper a hírszerkesztés. Mi meg alig figyelünk oda, mert mi itt meg itt dumálgatunk hírek alatt, jó, meg kávézgatunk, meg igen, meg hát budira szörnyű. Járunk, szegény Tarébolya meg dolgozik igen. rajta. De hát a lényeg, hogy a hallgatóknak... Nekik dolgozik, hát nekik nekünk, kell, persze. És ők meg értékelik láthatóan. Úgyhogy köszönjük szépen az ő nevében is, mert most... Minket nem dicsérnek a hallgatók, csak a Zibolyát. Nem, sajnos... Kiteszünk itt szívünket, a lelkünket, aztán semmi. Persze lehet, hogy valahol volt, de ki ez a barom? Ja nem, ez a... Mondom, megjött első dicséret. Jó, szuper. Erre vártunk egész nap. Ja, de ez nem, épp észre átgondolva, ki az a barom, aki támogatott hitelt akar felvenni, ezt kérdezte egy kedves törzshallgatónk. Aztán igen, jöttek még tippek, a zöldvakítás, az nagyon megy. A zöldvakítás? Igen, a zöldmosásra, igen. Azt tegnap nekem nagyon tetszett, azt elmondtam, és akkor ma is arra szavaztak ezek szerint a hallgató? Igen, arra jött több. Igen. Ó, kaptunk egy, de kedves vagy. Meg vigasztaló üzenetet kaptunk, hogy ti is jók vagytok. Kiprovokáltuk. Hát igen. Köszönjük. Elégedettek vagyunk. Igen, de ez csak ilyen kétpontos, mert ezt mi passzíroztuk ki belőletek. Köszi szépen a figyelmet, holnap lesz ismét Millás reggeli fél hét. Így, hogy ezt megírtátok nekünk, így lesz holnap is Millás reggeli. Így van, folytatás. Taréboly viszont most jön a hírekkel, utána zenék, tudásmorzsák, délutáni programok. Holnap már csütörtök? Holnap már csütörtök? Akkor a Várkonyi lesz, úgyhogy a... Jó, a Várkonyi lesz akkor a veled? Igen. Aha, jó, pénteken meg jövünk vissza ebben a felállásban. Nagyszerű. Hát akkor mindenkinek nagyon szép napot kívánunk. Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.